Hello mindenkinek, sziasztok srácok, Csőny, de remélem, hogy itt vagyunk egy újabb videóban, sziasztok! És ez most itt a következő Skyblock kihívás, ahol a többiek ellen fogunk ismételten játszani, és oda fogjuk őket verni remélhetőleg. Bam, bam, bam! Ó, ez nem a legférfiasabb tánc. Jó, oké, ez már úgy, ahogy alakul. Hát itt meg konkrétan kiestem. Na jó van, menjünk és kezdjük el! Bányászni kell! Gyerünk, sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup! Gyerünk, szedjünk szét az egész pályát! Szedjünk ki minden egyes gyapjút, minden egyes blokkot! Az egész szigetünket szétszedjük, jó, a felső szintet nem kéne. Tudjunk ott járkálni meg ilyenek, de mindegy. Jó, oké, van is egy ládánk és úristen! Úristen, egy nagyon menő autósniper egyből. Na, sziasztok, srácok, Csányszavén, és itt vagyunk egy olyan Skylockos részben Daniékkal, és ismételten meg kéne nyernem, mintha egyszer sem nyertem még meg, de egyszer biztos meg fogom nyerni. Na, gyorsan, el kell kezdeni kutatni, kutassunk az egész szigetet, tudjátok mi, hogy az egész szigetet ki fogom ásni. Igen, ez egy nagyon jó ötlet. Vajon akkor mi történik, hogyha az egész szigetet kiás? Eddig nem találtam egy cuccot se, az mondjuk gond, nem? Nem baj, oké, kiásom az összes gyapjút, aztán meg a ládákat megnézegetem. Csak előbb kiszedem az összes gyapjút, ami benne van a szigetbe. Na srácok, itt vagyunk a saját Skyblock szigetünkön, és szét fogom verni mindenkit, nem is érdekel a beköszönés, hagyjatok engem békén, Dani már úgyis beköszönt szerintem, szóval engem hagyjatok békén, én már szedem is szét az egészet, és megyek is rájuk, szét tryhardolom őket, Dani mindig ideges szokott lenni arra, hogy mi a szar ez. Dani mindig ideges szokott arra lenni, hogyha valaki tryhardol, szóval most fel fogjuk idegesíteni Danit, az biztos, de hát valamilyen szinten ez a célja ennek a mai izének. Ó, barbecue. Oké, csak szedjük szét, minél gyorsabban. Oké, teljes szintet már kb. Szétszettem, kicsit már laggolok is tőle. Jó, így. Hoppá! iPhone X-es. Milyen vagyok egy iPhone X-es, se nekem fegyvert adjanak? Nincs annyira sok láda, amúgy... Netherite bolta. Jó, ez közelharci fegyverek, amúgy jó, bár... Még mindig jobban támogatom majd a menő autósniperünket. De hát mindegy. Na, bányásszuk tovább az egészet. Gyerünk, még valami OP cuccot, egy minigant. Valami nagyon OP fehér kard. Nagyon durván néz ki. Egy pégetés póló. Gyerünk, felvenni. Oké, jó, már védve is vagyunk. Oké, srácok, hát meg is nyertük szerintem. Kíváncsiak amúgy, hogy nekik milyen cuccaik vannak. Gondolom, hogy ugyanilyenek. Kidobtam a metszólót, mindegy, oké. Mit kezdjek én a benzines ládákkal? Na jó, nem érdekel, akkor is. Abból kell várat építeni, amink van. Na, kész. Nem kell itt tüzelni. Egy kard. Egy üres láda. Van még itt valami láda, idelent. Idelent egyre sötétebb kezd lenni, és én egyre jobban kezdek félni idelent. Mert egyre sötétebb van, és alig látok idelent konkrétan. Na végre! Végre! Akkor találtam valamit. Hát el sem hiszem. Jaj, ne jön egy felhő, ami nagyon zavaró lesz. Ezt már megnéztük. Jó. Na, hát ezt sem mondom, hogy olyan tökéletes, de valamennyire jó. Jó, amúgy srácok, én is akarok egy ilyen intrót, mindenképpen szerintem lesz majd egy ilyen szabit, be kell fenyítenem, hogy itt csináljon nekem egyet, mert én sajnos énekelni nem tudok, meg rappelni sem, meg semmit sem tudok. Szóval, ja, bárki az élőadásaimat nézi, ez lehet, hogy... Az lehet, hogy másik gondolja, ez a láthatatlanság gyűrje, ez lesz, csak mondom, hogy a... így lényegében a nyertesem, vagy nyereségem, szerintem. Mert azért ez elég OP. Ó, PGT póló. Ja, de nem vehetem fel, mert akkor nem fogok vagy akkor meg fogok látszódni. Hát srácok, nálam megtartom, hogy ott legyen, és ennyi. Ó, Lucky Sword. Az jó. Mondjuk így, rakjuk egyel arrébb a dolgokat. Így. Bad Lucky Potion, meg Good Lucky Potion. Ezt már kinyitottam. Ott még van láda. Spawn Bedrock Golem. De ezzel nem megyek semmire. Úristen, konkrétan nagyon-nagyon-nagyon sok OP cuccunk lesz. Jó, telefon az most úgy nem annyira fontos. Jó, srácok, gyerünk, meg kell csinálnunk. Szedjük ki a cuccokat. Minél többet. És talán még találunk ilyen jó dolgokat. Nagyon sok Good Lucky Potion. Meg egy ilyen chroma kurzor. Jó, ez egy kicsit fura, de meglátjuk, hogy majd az mit tud. Jó, még több Lucky Potion. Hát, sokra azzal most nem megyek, de... Meglátjuk, hogy mennyire lesz vajon jó. Még több, itt már kb. Csak Lucky Potion-ök vannak amúgy. Na jó, lehet, hogy nem fogom tovább szedni, mert szerintem itt, ahogy látom, már csak kb. Lucky Potion-öket fogunk találgatni. De még azért egy ládát még meg akarok találni, hogyha abba is Lucky Potion lesz, akkor én abba hagyom. Benzin. Akkor lehet, hogy lesz valami helikopter majd a végén. Meg kell találnunk helikoptert, gyerünk. Helikopter kereső hadművelet. Na, létsz egy benzin, csak egy benzint akarok. Nem érdekel. Talán ebbe volt, nem?
Oh, megvan! Megvan! Megvan, úristen, az iPhone nem kell. A banán se kell, meg ez se kell. Elvisszük a benzines kannát, és valahol itt van a kopter. Csak meg kéne találni azt is. Hol a kopter? Haló? Hol van a kopter? Ez az, megtaláltam a benzint, de most meg már nincs meg a beülős fotel repülő, amivel tudnék haladni előre, kifele, és meg tudnám... megvan! Sziasztok srácok! Elkészült a legeslegújabb filmünk, A kis nyomában! Augusztus 19-én lesz a következő vetítés a Lurdi moziban, illetve augusztus 27-én Debrecenben. Normál és VIP turnus is lesz, a normálban lesz egy vetítés egy Kahoot játék nyerményekért, illetve fotózkodás és dedikálás. A VIP turnusban pedig lesz egy vetítés, Kahoot játék, koncert, kérdezfelelek és fotózkodás, meg nyilván dedikálás. A jegyek pgtri.hu-n vagy a leírás legfelsőbbben elérhetőek, siess mielőtt lekéstél róla, ugyanis tavaly a pesti turnusra két hét alatt elfogytak a jegyek, és most is közeledünk hozzá, szóval szerezd meg a jegyeket, mielőtt mindegyik elfogyna! És amúgy tudsz belőlünk is ott vásárolni, meg mindenféle terméket, szóval gyertek el mindenképpen! Nézzük, hogy vajon fogunk-e járművet találni, mert hát engem főleg igazából az érdekel. Kaptunk benzint, szóval én nekem az egy jel arra, hogy lesz jármű. Bár akkor lehet, hogy azt mellé rakták volna. Hát nem is tudom. Valami nagyon OP fegyver, Vektor konkrétan. Nem tudom, nagyon jó hangja van, szóval szerintem biztos nagyon OP. Jó? Még esetleg valami, még esetleg valami. Léci, dobjál be valami nagyon jót, Léci, dobj bele valami nagyon jót. Mennyire mély már amúgy az egész, de tényleg őrülten nagyon mély. Jó, egy ilyen katonai sapka. Oké, megtankoltuk. Na irány! Oké, ez az, repülj! Ááá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 
Oké, okay, nem gond, nem para. Nem para. Jó, oké. Okay. Gyorsan kell nekem az izé golden apple, kell, kell. Jó. Megeszem. Nem rakhatom le, de már ez nem olyan. Mi a szar? Neki onnan van ilyenje? Elkezdem Lucky Bow-val lövöldözni a házát, hát ha egyszer kap egy TNT-set rá. De ez sima! Na. Jó. Jó, ott azért ezt kiszedett egy párat. Jó, oké, nem gond. Nekem egyetlen egy küldetésem van, hogy valahogy mekkorát robbant. Szerintem bele is halt konkrétan. Jó, egyetlen egy célom van, hogy láva kerüljön oda, és akkor ezzel ki fog gyulladni kisnek a szigete, és le fog égni az egész konkrétan. Úristen, mi történt itt? Mi történik itt? Én nem tudom. Álljátok, én lehet, hogy leszállok addig. Káprázik a szemem, vagy... Ez mekkora fegyver? Oké. Okay. Hát miért van a fejemen egy... Na jó. Én nem tudom, hogy mi van itt a szememnek, de nagyon fura. Nem baj, átmegyünk ide. Na, lője már el. Így. Jó, ó, jó, oké. Okay. Tetszik, tetszik. Várjatok, láthatatlanság gyűrűje. Ne! Hogy? Lesz van a repülő, ne segítség! Váltok már, nincs rajta a PGT-t is pólom. Na jó, így nem haltok meg. Srácok, nagyon-nagyon fontos dolgot szeretnék bejelenteni. Ugyanis megjelentek a vadonatúj nagyon menő mintás termékeink. Szóval, mielőtt bármit is kezdenél és bármilyen nyaralásra elmennél, nagyon fontos, hogy légy szíves, sekkold le őket a pgt.hu weboldalon. De ellenére is legfelsőbb is meg tudod vásárolni. Van párna, tornazsák, póló. Igazából nagyon sok termék van, szóval sekkold le most, hogyha szeretnél venni. És hát nem sokára lesznek figurák is, és azt is tudtok kapni. Megvehettek akár engem, Szabit vagy Husit, és örökké ott leszünk veled, és a legjobb barátaid leszünk. Szóval srácok, mindenképpen csekkeltök le, és hát jó, kezdődjön a videó. Szálltasszom, esküszöm, hogy a másik izénbe. Jó, láthatlanság, easy. Gyerünk, 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 láthatlan vagyok. Láthatlan vagyok, gyerünk. Gyerünk, 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 hol van kis? Na, Mizuki is. Jó, van, Lucky Bow-ozzuk szét az egészet. Gyerünk. Oh, itt egy sniper. Nincs nálam hely. Oké. Okay. Sniper, ez nem kell, mert ez egy rossz fegyver. És akkor sniperoljunk. Na mi van? Hát ez... Tehát ez mi volt, Dani? Ez mi volt, Dani? Jó? Lehetok? Így? Így? Jó, meg vagyok! Támadás! Mindenki ellenem van, csak én vagyok az egy... Nem olyan kis.
Ne, kiestem! Pedig annyira, pedig kist megöltem. Féljetek, mindjárt mutatom, hogy kell szétszedni a házat. Így, és... Ennyi, Daninak már nincsen háza, mert nem élethet újra. Jó, hát ez gatya. Nekem még megvan a házam. Daninak már nincsen. Mi a szar ez? Ah, nem tudom miért lőttem el ide. Ez kellett volna. Jó, Dani leesett. Oké, már csak Szabi van. Nézzük meg, hogy ott mi történik. Ő is átlőtt már egyet, szóval meg tudjuk nézni. Hé, hey, de Dani! Mi? Mi? Te hogy? Te nem lehetsz már. Hol van, kis? Kis? Mi csinálsz? Itt van? Én nem látom. Jézusom! Mi történik? Jó, van, oké. Na, ne! Jézusom! Jézusom! Jó, oké, nem baj. Nem baj, gyerünk! Gyerünk! Jó, oké, meghalt. Dani, te már nem lehetsz itt. Fogd már fel! Jó. Oké. Menjünk. Át Szabihoz. Jó, ne. De Dani, nem élhetsz már! Fogd már fel, mi van veled? Dani, nem érted a játék lényegét, vagy mi van? Akkor minek voltak a házak? Jó, oké, átfutunk itt valahogy. Oké, átjöttünk. Láthatatlanság, gyerünk! Jó, kés. Ne, de! Hogyan tudta meg, hogy ott vagyok? Nem hiszem el, de komolyan. Jó, oké. Hol kell? Ott jön kis. Jó, gyerünk. Gyerünk. Jó, meghalt. Oké, jól van. Na, gyerünk, szét kell lőni a izéjét valamivel. Gránátok! Meg minden! Vaj, bedlakipósra, ezt kell nekünk. Gyerünk! Meghaltam. Egy lövésből kb. Meghaltam. Aj.